Matthew, köszönöm a beszélgetést. Ön a vezető pásztora az Angelus Temple-nek. Mióta vezeti a gyülekezetet, és hogy lett a közösség pásztora? Kérem, meséljen erről nekünk. 29 éve vagyok pásztor, 20 évesen kezdtem. Valójában csak azért jöttem, hogy 3 hónapig segítsek az édesapámnak. Volt egy kis gyülekezeti épület a belvárosban, amit senki sem talált meg. Megkérték apámat, hogy segítsen megmenteni a gyülekezetet, mert elvesztik az épületet. Nem volt 10 gyülekezeti tag sem. Az apám nem talált igazi pásztort, ezért engem kért meg, hogy jöjjek el 20 évesen. Azt mondta, elmond nekem 10 prédikációt. Tanuljam meg őket, és azzal 12 hétig tudunk működni, addigra pedig talál egy lelkészt, aki átveszi a munkát. Végül 6 hónapig csináltam ezt. Egyik este elmentem sétálni a város egy bandák által feldúlt környékén, ahol a gyülekezet is volt, és közben imádkoztam. Láttam a sok szükséget, és Isten szólt hozzám. Azt mondta, ne az legyen az álmom, hogy sikeres legyek, hanem hogy áldássá váljak. És bármit ad Isten, azt mások megsegít. Használjam. Így hát kimentem az utcára, és élelmiszer csomagokat kezdtem osztogatni, amennyit megengedhettem magamnak a heti $100 bevételemből. Rájöttem, hogy Isten azért helyezett ide, hogy amit ad nekem, azt arra használjam, hogy segítsek az embereken. Így kezdődött ez a kaland, és nem sokára ezen a csodálatos helyen kötöttünk ki, a Queen of Angels kórházban, ahol naponta 700 emberről gondoskodunk. Szóval ez vezetett az LA Dream Center megalapításához. Igen, elkezdtem Isten szemén keresztül látni, és ő szólt, hogy építsünk egy éjjel-nappal működő gyülekezeti házat. Megnéztünk egy üres kórházat, amit a Paramount Film Studio $16 millió készült megvenni. Mondtuk, hogy nincs ennyi pénzünk, de mondták, hogy tegyünk ajánlatot. Elmeséltük, hogy egy éjjel-nappal működő gyülekezeti házat építenénk a közösségnek, és $3,9 millió van. Elfogadták az ajánlatunkat. Egy olyan filmstúdióéval szemben, amely a Rémálom az Elm utcában vagy a Halloween filmet forgatta az épületben. De Isten azt akarta, hogy ott legyünk, és ez valami rendkívüli. Hány éve végzik ezt a munkát? A Dream Center szolgálathoz megvett kórházat 20 évbe telt felújítani. Sokan azt gondolják, hogy a karitatív szolgálatunk azonnali siker volt, de ez nem így van. Nagyon lassan ment a munka. Szobáról szobára, házról házra jártunk. Egyszerre csak pár embernek segítettünk. Fantasztikus dolognak lehettünk tanúi. Mára már hetente 30 ezer embernek adunk enni, és naponta 700 szükségben levőt szállásolunk el ingyen. A hatóságok nem is értik, hogy csináljuk ezt. Mindig megkérdezik, hogy mikor adjuk el az épületünket ebben a nehéz gazdasági időszakban. Azt mondják, hogy $150 millió ér a létesítmény, úgyhogy meg kéne válnunk tőle. Az az igazság, hogy a COVID alatti időszak nehézségei, a küzdelmek és harcok mellett is úgy gondoljuk, hogy Isten elhívása, az emberek megsegítése nem eladó, nem vehető meg pénzen. A COVID alatt hirtelen $2 millió bevételtől estünk el, de Isten szólt, és mindig azt mondta nekem, hogy szolgáljak azzal, amin van. Folytattuk a szolgálatot a koronavírus alatt. 380 napig egyfolytában élelmet biztosítottunk a rászorulóknak. Kiderült, hogy több mint 5 millió embernek segítettünk. De nehéz anyagi helyzetben voltunk, és azt mondtam Istennek, hogy feladom. Ekkor hívott fel Pat Robertson. Azt mondta, hogy látta az Instagramon, hogyan segítünk az embereknek, és azt mondta, hogy ki szeretne tölteni egy csekket a számunkra. $250 000 adományozott a Dream Centernek saját pénzéből. Egy hónappal később újra felhívott, még mindig szolgálsz, fiatal ember, kérdezte. Mondtam, hogy igen, erre azt mondta, szeretném még egyszer adományozni a szervezetünknek. Isten nem engedi, hogy elbukjunk. Amy Semple McPherson 100 évvel ezelőtt alapította meg ezt a gyülekezetet. 100 évvel ezelőtt. Mit jelent ez önnek, és mit gondol, milyen lesz a következő 100 év? Amikor McPherson testvérnő megalapította a gyülekezetet, távoli evangélista volt. Egyszer megjelent egy parkban, és úgy állt ott, mint egy szobor. Mindenki köré gyűlt, és kíváncsi volt, hogy ez a nő miért nem mozdul. Aztán életre kelt, és elkezdte hirdetni az evangéliumot. Mindig magával ragadott a története, minden könyvet elolvastam róla. Ő az egyik kedvenc prédikátorom. Nem gondoltam volna, hogy valaha én is itt leszek. Most van a 100 éves évfordulónk, és tudom, hogy nagyon sok áldást ünnepeltek itt az elmúlt 100 évben. Rengeteg csoda történt itt. Ez mindig arra emlékeztet, hogyha valami Isten munkája, akkor az megáll és maradandó. McPhersonról sokan mondták, hogy az egyik kezében tartotta Hollywoodot, a másikban pedig az evangéliumot és Isten igéjét.
Nemrég egy személyes próbán is keresztül ment. Agyvérzést kapott, kórházban volt, de más nehézségek is történtek. Mi segítette át a nehéz időszakokon? Három sztrókom volt, napokig nem tudtam beszélni, de Isten meggyógyított. Nincs bénultság egyik testrészemben sem, az arcomban sem. Aztán három nappal a stroke után az Angel's Temple, ennek a 100 éves épületnek a teteje leszakadt. 14 hónapba telt helyreállítani. Azt mondtam, hogy az első 25 év kemény volt, de kezelhető. Az elmúlt 5 évben viszont minden elképzelhető próba elért. Épp csak a nap nem szakadt ránk. És azt hiszem, itt jön be a szellemi harc a képbe. Igen. Milyen tanácsot adna azoknak a nézőinknek, akik most nagyon nehéz helyzeten mennek keresztül? Szeretném bátorítani őket, hogy a feladás után is van tovább. Én többször úgy éreztem, hogy nincs tovább. Csak feküdtem, mert annyira lebénított az elkedvetlenedés, a frusztráció. Azelőtt nem voltam ilyen. Mindig optimista voltam. Azt képviseltem, hogy harcokban is csak ki kell tartani, küzdeni kell. De amikor egymást érik a harcok, akkor eljut az ember arra a pontra, hogy megérti Jeremiás vagy Elizeus miért akarta feladni. Arra akarom bátorítani a nézőket, hogy amikor fel akarják adni, gondoljanak arra, hogy ez a sikerjele. Pontosan azért, mert van mit feladni. Van valami értékes az életükben, ami támadás alatt van. Nézzenek erre úgy, mint egy megerősítésre, hogy jó felé tartanak, hogy továbbra is ragaszkodnak a hitükhöz. Gondoljanak arra, hogy nagy dolgok akkor is történhetnek, ha azt érezzük, hogy mindennek vége. A mi szolgálatunkban is az, hogy szeretetet adunk, az emberekben váratlan ajtókat nyitott meg Hollywood felé. Szóval nagyszerű látni azt, amit Isten tesz. És ezt sose akartuk csak magunknak megtartani. A sportban is egymás sikereire építenek a versenyzők. Mi is úgy érezzük, hogy McPherson örökségébe léptünk be, és az ő munkáját folytatjuk. Próbálunk méltók lenni az ő szolgálatához, munkájához.